Szeretettel köszöntöm nézőinket, itt vagyunk Kolostyán Zsuzsannával beszélgetünk. Egy nagyon szép eredményt ért el ebben a tanévben, és előre is elnézést kérünk nézőinktől, hogy tegeződünk, de hát miután rólad még el lehet árulni, hogy 17 éves vagy, ezért nem szeretnélek magázni, hiszen te is ezt keltett tőlem. Először is szeretnénk gratulálni ehhez az elismeréshez, és mondjuk is el nézőinknek, hogy milyen díjat hoztál most haza. Köszönöm szépen. Én idén a 10. Európai Uniós Természettudományos Diák Olimpián voltam Vilniusban, és itt sikerült a legerősebb ezüstérmet elhozni a Magyarország B csapatával. Úgy tudom, hogy ez egy csapatverseny volt. Hogyan állt össze a csapat? Magyarország mindig két csapatot indított, és egy csapat három tagból áll, egy biológia, egy fizika és kémia szakértőből, és a csapattagokat mindig nemzeti versenyen válogatják, és a csapatok vegyesek, tehát nem feltétlenül a legjobb első három és a legjobb, vagy hát a másodikak vannak egy csapatban, hanem ezt így a szervezők, ahogy legjobbnak látják, úgy állítják össze a csapatokat. Tehát akkor igyekeznek mindig egy ütőképes csapatot összehozni. Neked ebből mi volt a feladatod, hiszen mondtad, hogy három szakterületről jöttetek össze ebbe a csapatba, te melyik szakterületet kaptad? Én a biológiát képviseltem. Nem is véletlen, hiszen édesanyád is ezt tanítja. Mikor kötelezted el magad a biológia iránt, hiszen ez nem az első ilyen versenyed tavaly, és voltál már egy hasonló ilyen versenyen? Így van. Hát igazából én már nagyon kis gyerekkorom óta szeretem a természetet. Olyan 4.-5. osztályos lettem, mikor az első ilyen témába vágó versenyem voltam, és azóta folyamatosan minden évben részt veszek ilyen versenyeken. És ezen belül mi érdekel inkább, az állatvilág, növényvilág, vagy úgy komplexen minden? Hát amikor kicsi voltam, kisebb, főleg az így élővilág érdekelt, az ökológia, most már leginkább a biokémia, molekuláris biológia, molekuláris genetika az, ami a legjobban megragadja az érdeklődésemet. És hát úgy tudom, hogy ilyen szakirányban is szeretném majd egyszer tovább menni, de hol is tanultam most pontosan? Én a Debreceni Tóth Árpád Gimnázium biológia-kémia tagozatos diáke vagyok. Tehát már éppen ilyen célirányos volt a pályaválasztásod is. Itt a feladatok azok sokrétűek voltak. Hogyan állt össze? Ez egy többnapos verseny volt, ha jól tudom. Hogyan álltak össze a feladatok? Mi mindent kellett tudnotok? Így van. Egy hétig tartott a verseny, ebből két versenynap volt. Mind a két nap gyakorlati feladatokat kellett megoldanunk. Litvánia híres a borostyánkőről, és az egyik feladat ehhez kapcsolódott. A fizikusnak a borostyán kősűrűségét kellett megmérni, a kémikusnak a színét kellett analizálni, ilyen kolorimetriás titrálás volt, nekem pedig a kőben lévő zárványokat kellett elemeznem. Ilyen ízeltlábú rovarokat kaptunk, és ezeket kellett meghatározni, pedig rokonsági kapcsolatokat felállítani köztük. Ez már tényleg egy ilyen kis tudós versenynek is lehet nevezni. Izgultatok? Tehát mikor lehetett tudni, hogy azért úgy jó helyen álltok a verseny során? A verseny az úgy működik, hogy ugye magyarok is javítják, mert jönnek velünk fordítani, de csak a legvégén tudjuk meg egymás pontjait, úgyhogy olyan szinten lehet következtetni, hogy jól sikerült vagy nem a pontokból, de azt nem tudjuk, hogy ez mire lesz elég teljesen a végéig. És amikor megtudtátok, hogy másodikok lettetek, ez mit jelentett akkor? Egy fölfogtátok ott hirtelen, vagy inkább csak később, amikor már úgy lenyugodtatok a verseny izgalmai után? Hát igazából örültünk neki. A másik magyar csapat is jól szerepelt, úgyhogy nagy volt az öröményen. Kik voltak most a csapattagjaid? Sütő Péter volt a kémikus, és Pap Roland a fizikus. Ti nem egy iskolába jártok, hanem az ország több pontjáról voltatok. Ők honnan voltak? Budapestről. Péter volt a Szent István Gimnáziumból, Roland pedig magántanuló. Hogy érezted, jó kis csapat voltatok? Tehát sikerült ott koncentrálnotok mindenre és megbeszélni a dolgokat? Vagy egyáltalán volt lehetőség, vagy mindenki a saját feladatát csinálta? Úgy van, hogy mindenki megcsinálja a saját feladatát, és a végén van egy közös rész, ahol össze kell tenni a saját eredményeinket. Hát ez többé-kevésbé sikerült, az idő hiánya miatt volt, amit nem tudtunk befejezni, de így is egész jól sikerült. És hogyan fog telni a nyarat, hiszen most már hamarosan véget ér a tanév, nem tudom, hogy nektek megvolt-e már a tanévzáró, lesz-e valami olyan lehetőség, ahol újabb kutatásokat végezhet? Igen, most is bejárok még Debrecenre az egyetemre, a
Biokémia és Molekuláris Biológia Intézeten folytatok kutatásokat, őssejtekkel foglalkozom, valamint jövő héten lesz a Hortobágyi tábor, Tóth Albert tábora, és ennek is már évek óta résztvevője vagyok. Mit jelent számodra a természet, ha most nem kis biológusként beszélgetünk, hanem úgy magánemberként, tehát szeretsz kirándulgatni, vagy úgy rácsodálkozni dolgokra? Én a természetet nagyon-nagyon szeretem. Mikor kim vagyok a természetben, egyszerűen úgy érzem, hogy megnyugszom. Ennél jobb érzést én nem tudok elképzelni. Minden apró csodáit megfigyelem. Egyszerűen elkápráztat. Gondolom, itt a szép kertben ültünk le beszélgetni, itt rengeteg, nem is tudom hány fajta virág van itt mögöttünk, de több tucatnyi, tehát gondolom, hogy ezért ebben is igyekeztek anyukáddal is, meg te is, hogy minél szebb legyen a környezetetek itthon is. Így van. Hát kikapcsolódást jelenti, meglocsolni a virágokat, gyönyörködni bennük. És akkor mi is leszel, ha nagy leszel, hiszen már egy fél mondattal utaltunk rá, hogy nem véletlenül jársz ebbe a gimnáziumba. Én szeretnék kutatóorvos lenni. Majd, hogy milyen témában kutatok, az majd a jövő kérdése, de határozottan úgy érzem, hogy ez lenne számomra a legjobb. Ez az őssejt dolog, amit most említettél, hogy ide jársz be most az egyetemre, és ezt gondolom, hogy ez egy nagyon hosszú távú történet, de abba hogy csöppentél bele? A biológia tanárom ajánlotta fel, hogy szól ennek a professzor úrnak, Nagy László professzor úrnak, aki a tanszék vezetője, és így elkezdtem bejárni, beszélgettem vele, megmutatták a kutatásokat, és ezt tetszett a legjobban, és ide csatlakoztam. Azért azt mondjuk erről, hogy nem az a fanatikus tanuló vagy, aki éjjel-nappal tanul, hanem azért egy ugyanolyan vidám 17 éves leányzó vagy, mint bármelyik más osztálytársad. Közösen mondjuk esetleg terveztek-e barátokkal valami programot a nyára? Hát persze, ilyen túrák, másik túra, de én több túra van kilátásban, találkozók, jönnek majd barátnőim is, én is fogok menni valószínűleg hozzájuk, úgyhogy teljesen normálisan telik majd a nyár, mint bármelyik más diáknak. És azt elárulod nekünk, hogy milyen lett a bizonyítványod? 1/4-esem lett. És amiből? Matematikában. Hát akkor szerintem reméljük, hogy jövőre ez is ötösre fog fordulni, és hát azt hiszem, még jövőre is gimnazista leszel, hogy lesz újabb forduló, és akkor harmadszor is elmehetsz el a nemzetközi versenyre. Hát sajnos ebből a versenyből már kiöregettem, mert korhatáros, de megpróbálom majd a biológia diák olimpiára a kijutást, majd eljárok a felkészítőkre, az még nagyobb verseny, úgyhogy remélem, hogy ez össze fog jönni jövőre. Hát az alapok már megvannak, hiszen azért kiderült, hogy ezeken a nemzetközi versenyeken már megtanultad ezeket a bonyolult feladatokat is elvégezni. Én azt kívánom, hogy váljanak valóra az álmaid, és hát azt, hogy jövőre is beszámolhassunk arról, hogy ezen a diákolimpián esetleg ezüst, vagy még szebben csillogó díjat fogsz hazahozni.